Ma jelenik meg a Magyar Forbes magazin címlapján egy új lista, a 25 legértékesebb magyar sportoló. A dobogón Hosszú Katinka, Gyurta Dániel és Görbic Anita. Az osztályozási szempontok közt a sportolók reklámértéke, a személyes brand építésére koncentráltak a készítők. A részletekről mesél a Lap újságírója, Zsiborás Gergő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És közben mutatjuk, itt is van, ugye most jelenik meg az újság, és ami legfeltűnőbb ezt a friss listát böngészve számomra, az az, hogy a legjobban kereső magyar sportolók, ugye élükön futballisták természetesen, Huszti Szabolcs és Zsuzsák, de akár Szalai Ádám is. Szóval ennek a listának, a legértékesebb listának, nem hogy az elejéről, hanem gyakorlatilag az egész listáról hiányoznak. Zsuzsák ott van valahol a vége felé, 22.-23. helyen. Igazából az a kérdés, hogy miért? Távol játszanak légiósok, nem olimpiai bajnokok, tehát hogy egy kicsit lássuk a szempontokat. Igen, nem véletlenül tüntettük fel amúgy a listában mellékesen, hogy kik a legjobban keresők az információink alapján. És ott bizony ők az első. És ott fel is tüntettük, igen, hogy ők az élen vannak. Nem egy keresett listát csináltunk, marha egyszerű az oka. Sokkal kevésbé átlátható ez Magyarországon minden sportágot figyelembe véve, mint mondjuk Amerikában. Ott azért sokkal egyszerűbb a... Az amerikai anyalapunk, azt hiszem, hogy ebből a szempontból könnyebb helyzetben van. A feladat ugyanakkor nagyon érdekes volt, hiszen azzal találtuk magunkat szembe, hogy a körtét az almával talán nem kéne összehasonlítani. Úgyhogy azt mondtuk, hogy ragaszkodjunk a márka értékeihez, és képzeljünk el egy olyan sportolót, aki szerintünk megtestesítheti Magyarországon a Forbes értékeit abban a szempontból, hogy üzletileg tudatos, olyan döntéseket hoz a sportkarrierje mellett, amivel az ő üzleti potenciáját maximálisan ki tudja aknázni, ezt próbáltuk mi a fókuszba helyezni, és itt talán ki tudtuk küszöbölni azt is, hogy az egyes sportágokban áramló pénzek között nagyságrendi eltérés van. Tehát, hogy mondjuk ez a lista ne az legyen, hogy van rajta 18 futballista. Igen, hogyha ezt néztük volna, akkor azért valószínűleg a foci az tarolt volna, azt azért... Sokan nem tudják, és meglepő lehet, hogy a magyar meccsek nézettsége sokszor veri a magyar televíziókban is a nyugat-európai topbajnokságokét. Tehát, hogy jó üzlet azért a magyar foci sok szempontból, de ebben a listában mi azt próbáltuk meg mérni, hogy ki az, aki személyes márkát építve tud plusz bevételekre szert tenni. Ez azért is ráadásul fontos... Bocsáss meg, hogy ilyen szempontból a focista azért is esik ki, vagy szorul háttérbe, hiszen légiósokról van szó, és nem kifejezetten a magyar piacon akarják magukat felépíteni, vagy marketingelni. Ez is benne van, de az is egy nagyon érdekes történet, és itt kijön az, hogy mennyi szempontot kellett nekünk figyelbe vennünk, hogy és ezt pont Hajdú B. Istvánnal beszélgettünk, aki szakértőként segített nekünk. És hát volt egy zsűritek, amelyik a pontozásban? Volt egy kvázi zsűrink, igen, aki az üzleti pontszám nagy részét adta az ő értékelés alapján. Mi még egyéb szempontokat hozzávettünk, ugye, hogyan jelenik meg a nyilvánosságban, mennyi követője van, mennyire tudatos az a kép, amit kialakít magáról. Nagyon furcsa volt az, hogy mi ugye üzleti újságírók vagyunk, hogy hogyan tudunk ebbe a világba belépni. Azt látom, hogy egy picit belterjes abban a szempontból, hogyha én egy top sportolóról meg akarok valamit tudni, akkor nagyon nehezen találom meg egy helyen. A legprofibb honlapja a 25-ös csapatból, talán Mielis Norbertnek és Cseh Lászlónak volt. Tehát, ha oda felmegyek, mindent megtalálok. Eredmények, mikor láthatom legközelebb. Cseh László ugye appot fog fejleszteni, tehát brandingeli magát, tudok róla folyamatosan. A többieknek azért ez jóval nehezebb volt. Ez egy talán tanulság a sportolóknak is, akik a listán vannak, hogy erre oda kellene figyelni. Hát igen, mert ezt akarom kérdezni, hogy milyen adatokból tudtatok Magyarországon dolgozni, mert hogyan lehetett az, hogy néhol becsülni kellett, és ugye visszatérve megint arra, hogy mondjuk szponzorpénzek egy játékos mögött, vagy akár a fizetése. Mi azt néztük meg, hogy hány márkával és milyen nagy márkákkal vannak kapcsolatban. Ez volt az egyik szempont. Azt is megnéztük, hogy milyen média megjelenéseik voltak. Az elmúlt egy évben nagyon fontos, hogy mi a 2014-es év üzleti döntését és sporteredményeit vettük alapul, jövőre is meg akarjuk csinálni ezt a listát. Azt gondolom, hogy lesznek változások, tehát egy-egy jó üzleti döntés, igazolás, egy-egy jó szezon majd ki fog jönni ebben a listában, és lesznek nagy változások rajta. Nagy változások lehetnek? Te azt gondolod, hogy van, aki akár az elejéről el tud tűnni, ki tud csúszni a listából, vagy inkább az lesz a jellemző, hogy valaki be tud robbanni akár, aki igen, én arra számítok, hogy lesz olyan, aki berobban. Szerintem van három olyan név a listán, és örültem, hogy felkerültek, aki nagyot fog majd robbanni. Vadni nettában. Biztos vagyok, hogy előrébb fog majd kerülni Rióhoz közeledve, vagy utána. Bernek Péterre is azt mondták a szakértőink, hogy nagy reménység.
és szerintem Kovacsics Anikó is olyan lesz, aki majd pár év múlva lehet, hogy ott lesz a top 10-ben. Uh-huh. De azért azt látni kell, hogy nagyon sok olyan top sportoló van, akiről azt gondoljuk, hogy értékes, jó üzleti döntéseket hozott a múltban. Mi nagyon kicsi részben vettük azt figyelembe, hogy korábban milyen döntéseket, eredményeket értek el, mert szeretnénk egy nagyon aktuális listát csinálni abból, hogy az elmúlt egy évben tényleg mit csináltak, de azért sok olyan top sportó volt, akinek úgy csendes éve volt, vagy sérült volt. Tehát ez is befolyásolja az ő helyezéseket azért alapvetően. Hát ezt akarom kérdezni, hogy engem talán egy kicsit Nagy László 9. helye, vagy az említett Mihálisz Norbert 11. helye lepett meg. Egy kicsit talán följebb képzeltem őket, de hát azért kiderült, hogy itt rengeteg szempontot néztetek. Hát egyszerűen ők nem olimpiai sikersportágok. Valószínűleg ez is befolyásolja, nem akartuk. De a sportágokat súlyoztuk, és úgy súlyoztuk, hogy figyelembe vettük azt, hogy egy olimpiai 4 éves ciklusban hány olyan világesemény van válogatott és klub szinten, ahol eredményt tud elérni. Nyilván azt is figyelembe vettük, hogy csapat vagy egyéni sportágról van szó, és valóban ott egy kicsit felülsúlyoztunk, nem sokkal amúgy, ahol Magyarország az Európai vagy Világszövetség ranglistáján az élen van. Mert ezek azért jobban eladható sportágok itthon. És igen, vannak vízilabdázók a top 10-ben. Valószínűleg Amerikában egy ilyen listán nem lesz vízilabdázó a következő 20 évben. Tehát ez egy magyar lista lett szerintem, és hát nem szerintem, ez egy magyar lista lett. És azt gondolom, hogy mivel pont ez a körte alma probléma volt, hogy ne hasonlítsuk azért a futballistát a kézlabdához, uh-huh. hiszen más pénzek vannak. Mi el tudtunk képzelni egy ideális, üzletileg felépített sportolót, és ahhoz mérten tudtuk rangsorolni a tavalyi év alapján a sportolókat. Azt el kell, hogy mondjam, hogy azért a top 3 és a többiek között nagy különbség van szerintem, sőt, tehát Katinka az, aki leginkább megtestesíti az, amit hát elképzeltünk, nem ráhúztuk ezt a listát. Uh-huh. Azt gondolom, hogy amit ő csinált, az egy UFO teljesítménye. Tehát, hogy a módszertannál nem tudtuk figyelembe venni például azt, hogy nagyjából 1000 pontra lőttük be amúgy a maximumot, tehát ő szerzett 2000 pontot azért, mert elképesztő évet ment. Hihetetlen mennyi eredményt, mennyi érmet halmozott föl. Az biztos, hogy ennek a listának az elején két úszó van, abban része van is, hogy az úszás népszerűsége azokkal a pénzdíjas versenyekkel. Igen. Elindult egy kicsit a tenisz irányába, show lehet belőle, rövidpályás versenyekkel, és ez láthatóan itt is megjelenik. Igen, és azért nézzük meg a Katinkát, hogy az elmúlt 2 hónapban hány címlapon ott volt, olyan magazinok címlapján, ahol azért sportoló nem nagyon szokott szerepelni. És ő nem olimpiai érmes, világbajnok, rendben van. Tehát egy brand van, kitalált beceneve, az egész fel van építve, vagy legalábbis a sport mellett is építve. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan példa lehet más sportolóknak is, ami követendő. Azért is, mert a sportsikereket talán befolyásolja az, hogyha az egzisztencia biztos. A Katinkáik tényleg azzal foglalkoznak, hogy Rióban meglegyen az arany. Azzal tudnak, megteremtették a feltételeket, az önmaguk erejéből nekiálltak. Na most, ha például, hogyha a kézilabdázókra gondolok, és azon a listán még ugye Illyés Ferenc és Miklán Roland található a kézilabdázók, és az ember így gondolkodik akár a vízilabdásoknál is, hogy miért pont ők, miért nem mondjuk Császár Gábor, és akkor végül is arra jut az ember, vagy legalábbis én arra jutottam, hogy itt bizony azért a személyiségnek is fontos szerepe van. Az így van. És ennél a listánál is fontos, hogy az a fajta nyitottság, meg hát mondjuk úgy, hogy jó fejség, ami aztán a népszerűséget, meg az eladhatóságot is nagy mértékben segíti, hát az bizony komoly szempont, nem? A szubjektivitást próbáltuk kizárni, tehát hogy ez ne arról szóljon, hogy a Forbes újságírók, akik egy a sporttal annyit nem, igen. akkor összeülnek, és akkor szavaznak egy jót. Ami szubjektivitás volt, a szakértőink szubjektivitása, de az ő tudásukban azért megbízunk. Sportújságíró volt benne, Ágasi Attila, Hajdú B. István, és 2 olyan nagyvállalatnak a kommunikációs vezetője, aki szponzor pénzekről uh-huh. dönt, tehát belelát abba, hogy milyen sportoló eladható, és hogyan adhatóak el. Én azt gondolom, hogy ezek tehát hogy furcsa volt az, amikor készítettük a listát, hogy azt mondták a szakértők is, hogy de azt ugye nézitek, hogy milyen emberek ezek. Uh-huh. És hát persze, nekünk fontos a márka szempontjából, úgyhogy bevezettünk egy olyan szempontrendszert, amit megkértünk, hogy nézzenek ők is, hogy példaképfaktor. Tud-e példakép lenni egy sportoló? Meg tudja mozgatni a gyerekeket, hogy elmenjenek kézlabdázni? Szóba áll-e velük meccs után?
nyitott-e, hát akkor elhagyja az újságírót. 100 plusz pont körülbelül Nagy László esetében, amikor már saját kézilabda súlya van, meg gyerekekkel foglalkozik. Igen, igen, ez igen. A példakép faktor felé húzza a dolgot. Igen, és erre, ez amúgy sok játékost belökött a 25-be amúgy, tehát 3-4 olyan sportoló volt, akit ez belökött a 25-be, és sok mindenkit feljebb is húzott. És mondom, nekem az furcsa volt, hogy akik belelátnak ebbe az iparba, mi kevés rálátással rendelkeztünk, de azért igyekeztünk elmerülni benne, azt mondták, hogy az emberi tényező nagyon fontos, marketingnél is. Amúgy a hirdetők is azt mondták, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy mennyire tudnak vele együtt dolgozni, mennyire érti, hogy ez itt fontos, van például nyitott legyen. A negyedik Berki Krisztián, a tornász esete, aki hát egy... lehet mondani, hogy egy nagyon bájos és tüneményes fickó, tehát mindig ugye ez a kép él róla, szerénység. Lányos anyák kedvence, igen. Igen, na de közben ott meg egy nagyon érdekes dolog van, hogy az ő nevét, hát olyan bitorolja, nem, te van egy hasonló nevű, nem hasonló, ugyanilyen nevű. Igen, azért... Hát ilyen celeb világban, ilyen trash bulvárban mozgó fickó, ez sokat ront, mert ugye erre ki is megjegyzése kifértek. Lekutattuk ugye a sportolókat, a 25-es listát, és a kutatók szóltak, hogy oda kell írnunk a sportákat a Berki miatt. Uh-huh. És úgy kutattuk le ezt a listát, utána a 25-ös listát, hogy oda kellett tényleg írnunk, hogy a sportlóról van szó. Igen, rontja az ő reklámértékét az, hogyha egy keresőbe beírod ezt a nevet, akkor az első gyújtadal is idegesen, hogyha ilyen néven valaki megnyerni a való világot, igaz? Visszavesz belőle valamennyit, de azt hiszem, hogy a Berki jobban is ki tudná használni az ő ismertségét. Tehát, hogy azért is van olyan negyedik helyen, mert benne van üzleti potenciál. És ezt ügyesebben is ki tudná használni. De amúgy voltak ilyen szempontok is, csak az érdekesség kedvéért, ha már lányos anyák szóval kerültek vízlabdázóknál például, pont Hajdu B. mondta, hogy az, hogy családos emberekről van szó gyerekekkel, az az ő reklámértéküket igenis rontja. Tehát egy vízlabdázó legyen. Igen, tehát, hogy és amúgy más ilyen listákat készítettünk tavaly, celeblistát is, valami hasonlóság azért volt, hogy vannak olyan celebek, akik direkt titkolják azt, hogy párkapcsolatban élnek, mert jóképű, fiatal, stb. És az eláthatóságát ez javítja. Vízlabdázók erre nem figyelnek, szerintem ez nem feltétlenül baj amúgy. De ez például egy érdekes szempont, ami amúgy meg is jelent aztán a helyezésekbe, hogy hát igen, a családapa vízlabdázó, az kevésbé eladható. A végére értünk, még gyorsan egy utolsó kérdés, hogy a lista alapján mekkora szerepe van a reklámérték felépítésében a társnak? Ugye a Shane Tussup esetében ez edző, meg valami fajta menedzser is, de van egy még érdekesebb példa, ugye a harmadik helyen Görbic Anita, aki meg kvázi egy sportcele pár, és ott egy olyan társ van Vince Otto személyében, aki szintén egy jól ismert és egy jól eladható, jó pofa és kedvelt ember. Görbic elmondása szerint is fontos szerepe volt a Vince Ottónak abban, hogy mint egy menedzser is. Igen. Nyitottabb, elmegy ezekre az újságírókkal találkozik, elmegy eseményekre. Nem fáj neki, tehát mondta, hogy örömmel megy el, mert tudja, hogy ez másoknak mennyit ad. Nyilvánosság előtti leánykérés. Igen, az Etóparban. Tehát, hogy ez jobban felépített, jobban odafigyel rá. Ha így nézzük, nincsen egyéni sportoló ezen a listán, mindenki csapatjátékos, tényleg. Tehát, hogy elképesztő az a stábmunka, ami az egyéni sportolók mögött is van, ez Gyurtára is igaz, Katinkára is igaz, igen, kellenek a háttéremberek. Nagyon fontos. Na, hát én örülök neki, hogy lesz még ilyen lista, nagyon jó kis kezdeményezés, sok sikert hozzá, mindenki olvasai már tanulmányoztam. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.